Ukrajnából érkező menekültek várakoznak arra Beregsorányban, hogy tovább szállítsák őket Budapestre. A határon túlról érkezőket különböző karitatív szervezetek segítik. Március 1-től ebbe a munkába csatlakozott bele az állami fenntartású Hungary Helps, azaz a Magyarország Segít program. Azbej Trisztán, a program megvalósításáért felelős államtitkár, nemrég Máté Szalkán tartott előadást a szervezet megváltozott feladatairól. Az eseményen elmondta, az eredetileg a határon túli kisebbségek és vallási üldözöttek megsegítéséért létrehozott projekt tapasztalatait fel tudták használni ebben a helyzetben is. Azért öröm járni az országot és beszélni erről a nem is programról, hanem ügyről, mert egyöntetűen érezzük a magyar emberek támogatását. Az ukrajnai háborúra adott válasz is rámutatott arra, hogy a magyar egy nagy lelkű nép. Kész segíteni, és a Hungary Helps programnak pont az az elve, hogy a segítség akkor teljes, hogyha az ember okosan segít. Amikor például távolabbi vidékeken üldözött keresztény közösségeknek segítünk, akkor helybe visszük a segítséget, és azt szeretnénk elérni, ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy meg tudjanak maradni ezek a közösségek helyben. Most, amikor a szomszédban van egy háború, egy konfliktusos helyzet, a Magyarországra, mint első biztonságos országba menekülő háborús kárvallottaknak itthon segítettünk, most már talán a 650 ezer embert is meghaladja azoknak a száma, akiket Magyarország megsegített, több esetben befogadott. Az államtitkár hangsúlyozta, jelenleg Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója tart, ami túlmutat a menekültek befogadásán. A Hungary Helps programon keresztül a magyarok már összesen 2 milliárd forint értékben nyújtottak segítséget Ukrajna területén. Az adományokat és a pénzfelajánlásokat pedig továbbra is várják a program weboldalán.